Sziasztok, és üdvözlök mindenkit a mai Minecraft videóban. Ebben a részben szeretnék egy kicsit több figyelmet szentelni a méhecskéknek, szóval fel is szerelkezem a virágokkal, amik egyébként a felső szinten vannak. Szóval... Jesszusom, ez mi ez a hang? Tehát szeretnék... megcsináltam az összes virágot. Akkor virágot fogunk szedni, ezeket pedig ideiglenesen leteszem. Ezen kívül pedig, hát akkor nézzük meg, hogy hogy áll a nap, egész jól áll. Amire szükségünk van, ugye az a rengeteg-rengeteg virág. Na most itt vannak virágok, szóval szerintem én ezeket most fel is szedem, és kimegyek erre a részére a dolgoknak, és szépen megnézem, hogy itt sok virág van-e, avagy sem, de ahogy látom, van elég sok, szóval szépen ide megyünk, és hát lehet, hogy amúgy kéne ide csinálni egy kaput, nem? Vagy itt van egy kapu, szuper, csodálatos. Na szuper, szedjük akkor ezeket a napraforgókat össze, meg ezeket a kisebb sárga virágokat. Megpróbáltam most egyébként a hangot jobban beállítani, szóval remélem, hogy sikerrel jártam, és már nem ilyen oltári hangos. Ezeket a virágokat pedig hát majd valahova leteszem. Most egyelőre ezt is felszedem, mert ezt sem szeretne megnőni, pedig már eléggé régóta itt van. Egy kicsit megpróbálok erre a részre terjeszkedni. Jesszusom, de nagy csula hang volt ez! Esetleg ide letenni ugye néhány ilyen fát, viszont már eléggé megy le a nap, szóval... Áj, na mindegy, elmegyek ide aludni. Ide lerakunk három ilyen fát, nagyszerű, és menjünk gyorsan alcsikázni, mielőtt még itt bármi probléma lesz. És természetesen bemutatom nektek ezt a részt, mert nem láttátok, hogy mi az, amit még ide ültettem, dehogy ültettem. Szóval építettem ezt a csodálatos fennemás stílusban épült szökőkutat, illetve ezt a kettő, hát nevezzük faluközpont jelölőnek. Ja, ilyen fákjákkal kijelölt fadarab kerítés sem. Hát ide majd fognak jönni dolgozni, csak hát ugye még nem töltöttem meg. Igen, igen, ide akartam jönni. És megnézzük, hogy láng, fogjárás, sima könyv. Hogy lehet-e itt csinálni? Ó, csak hatékonyság van. Aha. És ezt nem lehet esetleg hatékonyság. Na jó, hát akkor szerintem én létrehozok egy vascsákányt. És megcsinálom kettes hatékonysággal, mert hát azért az mégiscsak jó. Létrehozok még egyet, és remélem az gyengéd érintéses lesz. Szóval... hatékonyság. Nem tudom, hogy mi a különbség a kettes és hármas hatékonyság között. Na mindegy, jó lesz ez. És akkor még egyet megnézünk, de szerencse törhetetlenség van csak. És gyengéd érintés! Az miért nincsen? Jó, és akkor jöjjön az üveg. Igen, az mindenképpen. Ezen kívül pedig, hát a gyengéd érintésre még várni kell. De addig is én arra gondoltam, hogy ha már itt tartunk, hogy ide jövök a kis méhekhez. Jól kikerültem őket nagy hívbe. Szóval, ide jövök a méhekhez. És megvárom, amíg kijönnek. Aha, nem jönnek ki. Jó, akkor viszont legyen az, hogy csinálok gyorsan egy... mindjárt mondom, mi annak a neve, tábortüzet, és ollóval megpróbálom kiszedni a honeycombot. Van nálam olló? Nincs. De van. Mert hogy ennek néztem utána, hogyha szeretnétek kiszedni belőle, és nem üvegcsébe a mézet, akkor, hogyha ezt alárakjuk, ki fognak jönni a méhecskék, ugye? Kipróbáljuk, srácok, kipróbáljuk. És... aha, ott van a honeycombban. Oh yeah! Oh, új receptek érhetőek el! Csodálatos! És itt van a méhecske. Hogyha virág van a kezembe, akkor követ. Na most itt láthatjátok, hogy szívecskézett, de csak egy méhecske van itt. Ami hát nem túl jó, mert nincs kivel
megtalálni a közös hangot, fogalmazunk így, szóval nem tudom, hogy hol a másik méhecske, aki elvileg errefele járt. Szóval kéne neki még egy társ. Három méhsejtet sikerült összeszednünk, ami nagyon jó, mert ebből már létre tudok hozni egy ilyen fékelt, tehát ember által elkészített méhkast. Ami mindjárt mondom, hogy micsoda, méhkaptár. Na, köszönöm, méhkaptár. Méhkaptár pedig, hát én úgy terveztem, hogy mondjuk, nem tudom, hogy erre a részre, vagy esetleg erre a részre csináljam-e meg, hogy ne legyen azért annyira messze, mondjuk úgy ide. Szóval, amit alapvetően terveztem, az nem más, mint az, hogy hát szerintem ide rakok egy ilyen kisebb, hát üvegházat a méhecskéknek talán. Csodálatos, és akkor mondjuk szerintem ide rakom le egyébként ezt a méhkaptárat. Ezt jól leraktam ide? Vagy ez feljebb kéne? Lehet, hogy ez feljebb kéne mondjuk ide. Aha, ez így nagyon jó. És ugye, hát szerintem majd innen lesz nyilván a bejárat, viszont most egyelőre ezt úgy tudom megcsinálni, hogy hát így. Így bizony. Ide is egyet. És akkor itt lesz egy bejárat kapuval. Kettő kapuval fogok tudni bejutni. Hát igen, ez most ilyen lett sajnos. Így, és akkor ezt pedig bekerítjük. Oké. Na, hát ezzel meg is volnánk, és akkor itt tudok majd bemenni, illetve kijönni, úgyhogy a méhecskék nem fognak tudni kirepülni, és hát az a célom, hogy majd azt is szépen hát ide tudjam hozni. Na most az a helyzet, hogy továbbra is csak egy méhecske van. Szóval a cél a mai videóban az az, hogy hozzak neki egy társat, ugye? Vagy egyedül vagy. Ó, én emlékszem már. Emlékszem arra, minthogyha ebben az irányban itt lett volna egy kaptár. Vagy itt, ezen a sarkon jobbra. Aha, ott van, ott vannak a méhecskék, ez az. Na de hogy hozom őket el? Csak gyengéd érintéssel tudom elhozni. Vagy pedig virággal. Még soha nem hoztam méhecskét csak virággal. Na mindegy, megpróbálok lassan menni. Te úgy is tudsz repülni, én viszont nem. Gyere, gyere, te meg kimentél, szuper. Jaj, de jó, mindjárt ott vagyunk. Gyere szépen, gyere szépen. És amúgy tele van, látjátok, ilyen kis porral. Jaj, de jó, virágporos a bubója. Gyere! Csak nem. Na és akkor plutty és plutty. Ez az! Jaj, de jó! Micsoda! Fel is szedem ezt az XP-t. Aj, de cukik! Istenem, gyertek! Mondjuk ide be, mit szóltok? Gyertek csak! Gyertek be! Bizonyám! Oda be is ment. Azt a mindenit. Na most itt jó lenne, hogyha itt ki tudnék menni. Mondjuk így. Ó, oh, ez az! Úristen, ez sikerült! Oda... Hát, te sikerült. Viszont, amit már ezer millió éve szerettem volna, hát az nem más. Faszén, ja igen, igen. Az nem más, mint az, hogy megcsináljak egy pajtit. Vagy hát nem is egyet, amennyit tudok. És hát ehhez ugye szükségem van tökre és vasblokkra. Szóval most kiszedek pár tököt, mert ezeket már ezer éve ki kellett volna szedni. Ó, ezt a tesót lehet, hogy beengedem. Te minek mész oda mindig ki? Aha, ez egy vasblokk, ez két vasblokk. Nem tudom, hogy hány vasblokk kell, de biztos vagyok benne, hogy jó sok. Na mindegy, csináljunk egyet, kettőt és hármat, az a biztos, legyen három. Ó, akkor még több kell. Akkor viszont még több kell, ha jól sejtem. Új receptek érhetőek el? Na, szuper, és hol vannak ezek a receptek? Aha, üllő. Toljuk neki. Szóval,
A mi vasgólemünk. A mi vasgólemünk. Itt fog megszületni. Először is rakunk ide egy ilyet, és megcsináljuk ollóval ezt a tököt. Nagyszerű, most kiszedjük. Lerakunk még egyet, még egyszer, mert kettőt fogunk csinálni. És akkor most jön, hogy csinálnánk kettőt, de örülök, hogy egy is megformálódik. Oké. Így. Ide. Ide. Jaj. Oh! Azt a mindenit! Szia! Wow, kicsit magas lett, de azt az eget! Hello! Nézd, társ! De azt a mindenit, és akkor te most így követsz engem? Vagy ez hogy van? Hogyha engem támadnak meg, akkor te fogsz megvédeni? Azt a, hát te meg ki vagy? Pap! Van egy pap! Végre egy papunk is van! Oh yeah! Na és akkor neked 32 rothadt húst kell adni. Pap úr! 32, viszont ha redstone port kérünk tőle, a smaragdért cserébe, akkor az nekünk jót tesz, és jó sok redstone-unk lesz. Mondjuk nekünk jó, hogyha van redstone-unk. Oké, 16. Ez meg is történt, és szépen fejlődsz nekünk. Ó, na ez viszont kell. Lazuritra mindenképpen szükségünk van, és ezt én mindenképpen el fogom használni, ezt a smaragdot, mert nagyon sok lazuritra van szükségünk, és pont sikerült felfejleszteni, na hát akkor már segéd lesz, sőt, ott egy cica, na ezt a cicát, én ezt mindenképp akarom. Hol vannak a halak? Nem. Hova raktam a halakat? Lehet, hogy már nincsenek is halaim. No. Akkor viszont kell... Ebben nincs semmi. Akkor viszont kell... horgászbot. Ami itt van. Ó, hát ez mit keres itt? Ezt a helyére kell tenni. Na jó, ideiglenesen akkor ezt a halat ide leteszem, és... szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok ebben a részben, remélem, hogy tetszett nektek. Én pedig hát igyekszem majd egy kicsit többet foglalkozni a méhekkel, és szeretném ugye elkészíteni azt az automata méhecske farmot, hogyha természetesen sikerül, és már eljutok odáig, hogy legyen gyengél érintésem. De ha már itt tartunk, új napra virrattunk, szóval megnézem, hogy amúgy lehet-e. Na jól van, srácok, akkor ez ennyi volt. Se macska, se gyengéd érintés. Jaj, de szuper! Na mindegy. A következő videókban találkozunk. Sziasztok! Ezt nem hiszitek el, de itt van egy másik cica, és pont ebben a pillanatban állítottam le a felvételt, de ez a cica nekem nagyon kéne, mert nagyon különleges színe van. Ne menj el! Már a softboxot is kikapcsoltam. Nekem szükségem. Szükségem van rá! Sikerült! Úristen, nézzétek már meg, mennyire édesen néz ki! De kis szép!